Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Tamási Aranyerdő óvoda és bölcsőde változások nélkül kezdte meg a nevelési évet. Az ivóvíz hálózat mosása zajlik Tamásiban október 10-től. Az evangélikus templom megmentéséhez kér segítséget udvari. Demens betegekért mozogtak a szenior táncosok Tamásiban. Tamási legkisebbjei igazán jó helyen vannak az Aranyerdő óvoda és bölcsödében, ahol az idei nevelési évben is számos programmal készülnek majd számukra. Egy újdonsága lesz az intézménynek az ovi csalogató, ahova majd a leendő ovisokat várják. A 2022-23-as nevelési év beszoktatási időszaka kisebb sírásokkal, de zökkenőmentesen zajlik. A Tamási Aranyerdő óvoda és bölcsőde vezetője a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával számolt be a 2021-22-es nevelési évről, amit egyhangulag el is fogadtak a képviselők. 9 csoporttal működött az Aranyerdő óvoda és bölcsőde. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nagy csoportlétszám alapján, vagy a csoportok száma alapján szervezhetünk azonos életkorú csoportokat, és vannak vegyes csoportjaink is. Tehát megjelenik nálunk a kis csoport, középső, nagy csoport, illetve volt egy olyan csoportunk is a tavalyi évben, akik már 4. éve maradtak nálunk. Ez egy iskola előkészítő funkciót ellátó csoport volt. A vegyes csoportokban pedig ugye 3 éves kortól vannak a gyerekek, de előfordul, hogy 3 éves kor előtt is befogadjuk a gyerekeket. Azonban már egyre kevésbé jönnek át a bölcsőből, hiszen a bölcsödénk a tavalyi évben, pont a 21-22-es nevelési év szeptemberétől ugye kibővült egy pályázat keretében, hogy van 2 nemzetiségi csoportunk is, tehát aki szeretné, azt is biztosítani tudjuk, hogy német nemzetiségi nevelés részesüljenek a gyerekek. Mikor augusztus 31-ig betöltik az adott évben a 6. életévüket, akkor a gyerekeknek a következő évben meg kell kezdeniük az iskolát. Az a tapasztalat, hogy egyre kevésbé kérik a szülők az oktatási hivataltól, hogy visszamaradjanak a gyerekek, így most számszerűleg azt tudom mondani, hogy a tavalyi évben 17 ilyen kisgyerek maradt itt nálunk az intézményben, akit az oktatási hivatal engedélye alapján neveltünk továbbra is, és vannak itt az idei évben is a gyerekek. A 2022-23-as nevelési évet, akárcsak az előzőt, szintén 9 csoporttal indította el az intézmény. Most még szeptemberben, ugye szeptember végén vagyunk, a beszoktatási időszak alatt vagyunk, tehát folyamatosan a csoportjaink töltődnek, főleg a kis csoportunk, ugye, ahol 26 fővel indítottuk, és ez igen szép és magas létszámnak tudható az idei évben is. Egyébként az a tapasztalat az elmúlt években, hogy a szülők egyre jobban ragaszkodnak az azonos élet korú csoporthoz. Én magam is ezt támogatom, de hát nyilván mindig a szülő döntése, és annak megfelelően próbáljuk a gyerekeket elhelyezni az adott csoportokban. A kolléganőktől már érdeklődtem a beszoktatás tapasztalatairól. Ők úgy értékelték, hogy nagyon szépen beszoktak a gyerekek, és rövid idő alatt, úgyhogy igazából pityergések már nagyon nem hallatszanak a csoportokból. Több óvodapedagógusunk kérte a 40 éves jogosultsággal történő nyugdíjba vonulását, viszont azt mondhatom, hogy szintén az intézmény abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ezen kollégákat invitáltuk továbbiakban is, hogy végezzék el továbbra is a nevelőmunkát intézményünkben, és ők szívesen vállalták, hogy visszajönnek így a nyugdíjas státuszok mellett is, és továbbra is folytatják a nevelőmunkát. Így jelenleg személyzetileg rendben el tudtuk indítani a nevelési évet, hiszen 3 pedagógiai asszisztens foglalkoztatunk, akik délután 13:30-5 óráig látják el a gyermekek felügyeletét a csoportban, mert hiszen abban az örömben is van részünk, hogy van 3 kolléganőnk, aki kisbabával van otthon, és gyakorlatilag az ő helyükre kellett asszisztenseket fölvennünk határozott időre, amíg ők otthon tartózkodnak a gyermekükkel. A tavalyi nevelési év minden szokásos programját megtartotta az óvoda, ezek egy részét csak csoportszinten a vírus miatt.
nagyon támogató és lelkes szülői szervezetünk van, akik mindenben támogatják az intézményt, és főleg a gyerekek programjaira visszafordítják azt az összeget, amit egyéb rendezvényeken tudnak beszerezni, vagy jótékonykodás céljából, hiszen szerveznek adventi vásárt, szülők nevelők báját, futás az óvodáért, bölcsődéért programot, és az itt befolyó adományokat, azokat a gyerekeknek fordítják vissza. Ebből tudnak a csoportok nagyon gyakran játékokat vásárolni, illetve egyéb rendezvényeket, és nyilván színvonalas rendezvényeket tudunk ilyen szempontból tartani. És még itt köszönném meg az óvodásainkért alapítványnak a támogatását, akik szintén nagyban hozzájárulnak, hogy a gyerekeknek karácsonykor igen tetemes mennyiségű ajándékot tudnak az óvodapedagógusok vásárolni a csoportokban. Az intézmény igyekszik betekintést engedni mindennapjaiba, így nyílt napokkal készülnek a szülőknek, a tavasz időszakban pedig ovi csalogató programokat kínálnak majd a leendő ovisok számára. A bölcsődében is zökkenők nélkül indították a nevelési évet. Az elmúlt években 27 férőhelyes volt az intézményünk, és hosszú várólisták voltak folyamatosan, mert akkora igény mutatkozott a bölcsődei ellátásra, hogy a 27 férőhelyel ezt nem tudtuk kielégíteni. Így, hogy két új csoportszobával bővültünk, az intézményi létszám keretünk 55 főre bővült, amit tulajdonképpen ki is használtunk, ugyanis a tavalyi évben 51 gyermeket tudtunk ellátni, tehát azt kell mondanom, hogy a dupla férőhelyre is megvolt a településen az igény. A gyerekek létszámával együtt nyilván emelkedett a gondozói létszámunk is. 10 főhelyet most már 17 kolléganő látja el a gyermekek ellátását. Ebben az évben 5 csoportban, illetve tavaly évben is már 5 csoportban működtünk. 2 nagyon korszerű, nagyon modern körülmények között, és megmaradt a régi 3 csoportunk, ahol szintén nyilván igyekszünk a gyerekeknek a megfelelő környezetet, tárgyi személyi feltételeket biztosítani. Természetesen az életkori sajátosságok miatt a bölcsiben másként megy a beszoktatás, de a speciális módszertani ajánlások figyelembevétele mellett apró lépésekkel a legkisebbek is hamar alkalmazkodnak az új környezethez. Tamásiban mintegy 3 milliárd forintból komplex vízkezelő berendezést telepítettek, és elkészültek a kapcsolódó létesítmények is. A háztartásokba december végétől folyhat a víz az új rendszeren keresztül, addig azonban még vissza van a tesztüzem, illetve a rendszer mosatás. Október 10-e környékén veszi kezdetét ez az egész várost érintő folyamat, amelyről a vízmű előzetesen értesíteni fogja az adott település részeken élőket. Tamásiban az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőségjavító program első fázisa 2020. októberében a közbeszerzési eljárások és a vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét. Azóta a munkálatok nagy része elkészült. Jelen pillanatban az újonnan megépült Tamási vízmű hálózati szivattyú termében állunk, a mögöttem látható gépeken fog zajlani majd a hálózat ellátása, illetve a medencék töltése. Egy teljesen új rendszer került kiépítésre, ugye az eddigiektől eltérően kezelni fogjuk a vizet a rendszeren belül. Kint az épületen kívül található egy nyersvíztározó, amiben a kutak fogják betermelni a vizet, ugye eddig ezek direkt mentek a hálózatra. Ebből a nyersvíztározóból az újonnan megépített vízműgépházon belül, ahol jelenleg is állunk, létesített szűrőrendszereken keresztül fog áthaladni a víz. Itt gyakorlatilag eltávolításra kerülnek azok a szennyeződések, esetleges vegyi anyagok, ami hát nyilván a mezőgazdasági és egyéb emberi tevékenység során a talajba kerül. Miután ez kiszűrésre került, a hálózati szivattyúk, illetve a töltő szivattyúk segítségével felkerül a víz a magas tározóba, és onnan történik a település ellátása. Ugye itt lényegesen nagyobb vízbiztonságot tudunk biztosítani, hiszen egy csőtörés esetén, tehát vannak megkerülő ágak, ahol egyrészt tudunk kapacitást is tározni, másrészt a megkerülő ágakon keresztül el tudjuk vezetni a vizet direktbe is a fogyasztókhoz. A 3 milliárd forintos beruházási értékben megvalósuló projekt következő fázisához ért, elkezdődött az új rendszer tesztüzeme. Ez 2 fázisból áll. Az első fázisban a kutakról érkező víz tisztítása zajlik, és ezt rögtön el is dobjuk.
Ez az ütem, ez nagyjából egy jó hónapig fog tartani. Ez idő alatt beállítjuk a különböző szűrőtölteteket, az adagolt vegyszerek mennyiségét, a rendszerek nyomásszintjeit, illetve az irányítás technikának a vezérlését. Ugye alapvetően ez a vízmű önállóan képes majd végezni a dolgát emberi beavatkozás nélkül, de távvezérléssel is be tudnak majd avatkozni a kezelők. A tesztüzem után kerül majd a fogyasztókhoz az új rendszeren keresztül a víz, de utána is rendszeres ellenőrzést végez a szakhatóság. Van egy átmeneti időszak, egy 2 hónapos figyelési időszak, amíg az ANTS folyamatosan figyelemmel követi a vízminták és a vízminőség alakulását, illetve ezzel kapcsolatosan történik majd egy nagyon fontos feladat. Azt tudni kell, hogy ha egy ivóvízrendszer működik, a csövek falán, ugye itt az elmúlt, gondolom, ilyen 30-40 évben kialakult az adott vízminőséghez tartozó biofilm. Ugye mivel most egy új vízminőség kerül a rendszerbe, ez a film ez kioldódik lassan, ezért az, hogy ez az időszak ne nyúljon el, egy szivacsdugós mosatást fogunk az egész településen végrehajtani. Tehát gyakorlatilag, mint amikor az ember otthon tisztítja a poharat a kefével, végig lesznek húzva a csövek, és ezáltal eltávolítjuk azt a biofilmet, ami a régi ivóvízminőséghez tartozott, így az új víz már nem fogja kioldani. Viszont nyilván, amíg ez a tevékenység tart, addig tapasztalható lesz majd zavarosodás, esetleg vízhiányok is kialakulhatnak, de ezt az üzemeltetővel együttműködve minden esetben előre fogjuk jelezni. Ez az ivóvíz fogyaszthatóságát igazából nem befolyásolja, amire érdemes odafigyelni, de mondom, tájékoztatni fogjuk minden esetben, illetve a vízmű tájékoztatni fogja a lakosságot. Nyilván mosásnál nem annyira szerencsés, de zavarosodás lehet tapasztalni majd a vízbe, esetleg más színe lesz, ugyanúgy iható, fogyasztható a víz, és ez egy átmeneti állapot. Az ivóvíz minőségjavító projekt decemberrel le is zárulhat Tamásiban. Idén karácsonyra szeretnénk mindenféleképpen befejezni, de alapvetően ugye, mivel ez egy technológia, ezért a beszabályozása a hosszabb időt is igénybe vehet, de az alapvető terveinkben december 20-ai átadás szerepel, de nem szeretném ezt semmiképpen elkiabálni, tehát majd nyugtával dicsérd a napot, hogyha minden sikerül, akkor december 20, de lehet, hogy egy kicsit tovább is fog tartani. A 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megoldódik az ivóvízminőség problémája a városban. Udvari község önkormányzata célul tűzte ki, hogy megmenti a település evangélikus templomát, amely már legalább 40 éve zárva van. A műemlékvédelem alatt álló építmény tetőszerkezetét szeretnék felújítani, hogy a statikailag még épp templom állapota ne romoljon tovább. A munkálatokra több 10 millió forintra van szüksége az önkormányzatnak. Udvariban az 1840-es években saját erőből kezdték el építeni a mára romos állapotba került evangélikus templomot. Az építőmestere nagy hozzáértéssel, nagy műgonddal építette fel az 1862-ben felszentelt templomot. Közel 40 éve nem volt szertartás a klasszicista stílusú templomban, most az állagmegóvás érdekében egy jótékonysági koncertnek adott helyet. Látszik rajta kívülről, hogy a tetőszerkezetének a 2/3 része teljesen beszakadt, ezért szervezzük ezt a jótékonysági koncertet, illetve nyitva hagyjuk a számlánkat az önkormányzatnál, további adományokat is várunk, szeretnénk megmenteni a templomot. Sokan azt mondják, hogy nem tudjuk ezt felújítani, mert ennyi pénz nincsen. Igazából a jelenlegi célok szerint nem is felújítani szeretnénk, hanem megmenteni, de a tetőszerkezetet arra gyűjtünk, hogy a tetőszerkezetet tudjuk helyrehozni, hogy ne ázzon tovább az épület. Van egy német kisvárossal partner kapcsolatunk, az elmúlt évben ünnepeltük a 15 éves évfordulót, és ebből az alkalomból itt járt a német delegáció, Karin Bert polgármesterasszony vezetésével, itt hagytak 1500 eurót, hogy használjuk a templomra mindenképpen. Azt ígértem nekik, hogy a statikai vizsgálatot fogjuk ebből elvégezni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy meg lehet menteni a templomot, vagy le kell bontani. Ugye ezt mi nem tudjuk megmondani. Ezt a felmérést Makai Tamás építész elkészítette,
felajánlott azt a templomra, tehát az 1500 euró még mindig rendelkezésünkre áll, ezt gyűjtünk további adományokat, több 10 millió forint, vagy megkockáztatom, hogy 100 millió. Tudni, hogy az állványozás maga az rettentő nagy pénzbe kerül, meg kéne a koszorút csinálni, mert erre a falra nem lehet rátenni a tetőszerkezetet. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004-ben műemléki védelem alá helyezte a romos állapotba került evangélikus templomot. Forrás azonban azóta sem adódott az állag megóvásra. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy most minden lehetőséget kihasználnak az adománygyűjtésre. Elsőként kitakarították a templomot, és ide invitálták az érdeklődőket egy hasonló koncertre. Ezen felül több kezdeményezéssel próbál pénzt gyűjteni az önkormányzat. Bárka Művészeti Szalon Egyesület tagjai sok-sok éve itt táboroznak udvariban, és mi teljes ellátást, szállást biztosítunk nekik, cserébe tőlük egy-egy festményt kapunk. És úgy döntött a testület, hogy ezeknek a festményeknek a nagy részét felkínálja értékesítésre. Ehhez párosult, hogy az egyesület további 15-20 festményt még felajánlott, amik itt láthatóak is, és ezeket értékesítjük folyamatosan, és ennek az értékét is ide szánja a képviselőtestület. Október 22-én Gyömrőváros vendégei leszünk. A tájház, a Gyömrői Tájház meghívására bemutatkozunk a mezőgazdasági termékeinkkel, és oda is elviszük a maradék festményeket, egyszer kiállítani, tudjanak róla, ismerjék meg a Bárka Művészeti Szalon Egyesület ténykedését, és ott is kínálunk értékesítésre. Az evangélikus esperes hangsúlyozta, hogy egy nagyon nemes gesztus a település önkormányzata részéről, hogy ezt az értéket meg akarják menteni. Nagyon-nagyon örülök ennek az egész kezdeményezésnek, hiszen ha az egyház oldaláról nézzük, akkor ez egy nagyon fájó pont, amikor leromló vagy éppen életveszélybe lévő templomainkat, épületeinket nézzük. A történelem folyamán sajnos nagyon sok közösség tűnt el erről a környékről, ismerjük a németek kitelepítésének történetét is, akik nem csak felépítették, de fenn is tartották ezeket az épületeket. Amikor nincs gyülekezet, nincs, aki fenntartsa a templomot. Sokan nem is tudják, hogy a protestáns egyházban mindig a helyi közösség tartotta fenn az épületét, templomát. Most igazából, amikor már nincs gyülekezet, nincs istentisztelet, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy már nem is biztos, hogy templomként, hanem egy kulturális értékként kell, hogy ezekre az épületekre nézzünk. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyanok, akik odaállnak, és megpróbálják, mint értéket megmenteni ezeket az épületeket. A 175 éves templom megmentése egy igazi értékmentő cselekedet lehet, hangsúlyozta a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Nagyon fontos, és hát egy nagy kihívás ezt a templomot megmenteni, de hogyha sikerül, akkor egy nagyon jó jelzés azok a felé, akik hasonló problémával küzdködnek, hiszen van egy néhány ilyen romos templomunk még Tolna megyében, és hát mindegyiket meg kellene menteni, úgyhogy jó példával élen jár udvari, és ebben szeretnénk neki segíteni, hogy ez most sikerüljön, és akkor a többieknek is sikerülni fog. Az épület különlegessége, hogy ritka, a klasszicista stílusban épült evangélikus egyházi műemlék Tolna megyében, de országosan is. Egy figyelemfelkeltő rendezvénnyel készültek a Tamási Senior Öröm Tánccsoport tagjai. Ahhoz, hogy egy igazán látványos rendezvény keretében hívják fel a figyelmet a demens betegekre, a környező tánccsoportokat is meghívták. A rendezvénytér így zenétől és tánclépésektől volt hangos. A helyi csoport bízik benne, hogy többek figyelmét felkeltették, és csatlakoznak ők is ehhez a testet, szellemet megmozgató programhoz. A demenciával élőkre hívta fel a figyelmet az a táncforgatag, ami megtöltötte a Túrmezei Erzsébet rendezvényteret Tamásiban. A szenior tánccsoportok az Alzheimer világnaphoz csatlakozva gyűltek össze, és töltöttek el egy kellemes délelőttöt. A táncosaink Dombóvárról jöttek, az örömtáncosok Kaposvár és Tájékáról vannak itt, Gyönkről vannak itt az örömtánccsoportok, és Pécsváradról vannak itt a Nyugdíjas Egyesületnek az örömtánccsoportjai.
és az én csoportom, a Tamási és a Hölgyésziek vesznek részt ezen a rendezvényen. Én úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat, és nagyon jól összejött, mert könnyen el lehetett őket invitálni, nagyon aktívak voltak ahhoz, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen. A szenior tánc az sok mindent ad a résztvevőknek. Legelőször is ugye van nekünk a mozgás öröm agytorna, és az agytornát emelném én itt ki, ugye, ami felelős azért, hogy a demenciát, az időskorú betegséget visszaszorítsuk egy kicsit, és akkor a táncban bent van a mozgás, az öröm, a sikerélmény, és az, hogy egy jó közösséghöz tartoznak, és kikapcsolódnak ebbe a másfél órába, ami foglalkozáson részt vennek, részt vesznek, és ez nagyon jó hatással van a résztvevőknek, a táncosoknak. És nagyon szeretném azt, hogyha még több jelenkező lenne, ismernék meg ezt a mozgásformát, mert ez nem csak arról szól, hogy tánc, ez sokkal több annál. A tánccsoportok számos koreográfiával készültek a délelőtre, amit mindig másik oktató vezénylete mellett táncoltak. A mosoly, a jókedv nem hiányzott az arcokról, látszott, hogy a tánc valóban pozitívan hat a lélekre is. A koreográfiában igen, vannak könnyebbek és nehezebbek is. Körtáncok, páros körtáncok jelentek meg ebbe, egész rövid kis koreográfiával, úgyhogy, de úgy látszódott, hogy mindenki el tudta sajátítani, volt sikerélmény a csoportoknak. Nem tűztük ki, hogy milyenek legyenek a koreográfiák, megbeszéltük, hogy körülbelül milyen táncok legyenek, ugye körtáncok, páros körtáncok, de itt már ugye azért a Figaro felállás, a négyes felállásba is mentünk, blokktáncok lesznek, és akkor végül is egyformán tanulunk az oktatótársakkal, és mindenki azt hozta, amit ő szívesen le tudott vezetni, megtanítani, könnyebbeket, úgyhogy így választottuk ki a táncokat erre a két óra hosszás kis együttlétünkre. A zene, a mozgás szeretete kell csupán ahhoz, hogy az érdeklődők csatlakozzanak a szenior táncot gyakorló társaságokhoz. Szenior öröm tánc fantasztikus. Én 5 éve tanítom ezt a táncot, nagyon nagy sikerrel, úgy is mondhatom. Nagyon sok táncossal több helyen, és azon dolgozunk, hogy hát népszerűsítjük az öröm táncot minél többen, és ez egy csodálatos dolog, hogy a Szenior Öröm Tánc Szövetség referense, Csirma Szilvia 7 évvel ezelőtt behozta az országba. Boldogok vagyunk. Nagyon-nagyon sok Magyarországon is, nem csak világviszonylatban, hogy az Alzheimer beteg, és az Alzheimer hónapban az ország különböző részén mi örömtáncosok táncolunk, hogy felhívjuk a figyelmet. Mellettük vagyunk. Nem vagy egyedül Alzheimer, mondtuk ezt, úgyhogy zenével és tánccal, és nagyon szépen köszönjük, hogy Aronka meghívott bennünket ide Tamásiba. Én a Pécset oktatok, de a pécsváradi nyugdíjas klub örömtáncos soknak is oktatom, úgyhogy én így kerültem ide. Nagyon jó a kapcsolat közöttünk, úgyhogy köszönjük a meghívást. Nagyon jól érezzük magunkat. Amikor így több csoport van együtt, közösen táncolunk, akkor a bonyolultabb táncokkal, hát akkor nincs sikerélmény a táncosok között. Úgyhogy én inkább könnyű táncokkal, és akkor boldogan, úgyhogy megmutatom, mutatom, mondom, táncoljuk együtt, és akkor ez sikerélmény nekik itt is. Azt mondanám, táncolj, hogy élj. Élj, hogy táncolni tudjál. És életünk végéig, hát azért itt az átlag érett kor, ez 70 vagy 70 felett vagyunk. Nekem a legidősebb táncosom 84 éves. Fantasztikus. Hát én se vagyok már, ugye, mai kislány, úgyhogy én is már ebbe a 70-es korban vagyok. Szeretnék legalább 90 éves koromig táncolni. És ezért táncolok, hogy éljek egészségesen. A rendezvény rávilágított, hogy ezzel a mozgásformával
táncformával a testükön felül valóban agyukat is tornáztatják a táncosok. Én nagyon örülök neki, hogyha ilyen jó szándékú és jó embereket, vagy legalábbis ilyen tudunk támogatni. Ebben én is benne voltam, segítkeztem mindenbe is, és mindenbe, ami kellett az Arankának segítségére voltunk. Nagyon szeretem, és hogyha ránézel az emberekre, akik itt vannak körülöttünk, mind örömmel csinálja, és tényleg valóban örömtánc. Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert együtt vagy emberekkel, vagy emberek között vagy, és élvezed az egész jó dolgokat, amit csinálhatsz. És nagyon jó megismerni azt, hogy más a technikája ő neki, más az Arankának, és ezt a kettőt össze tudjuk kombinálni. A szenior örömtánc amellett, hogy kitűnő szórakoztató, szabadidős tevékenység, egy komplex egészségvédő program, amire tárt kapukkal várja a Tamási csoport is az érdeklődőket. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!